Itt vagyunk újra Debrecenben, hogy az amúgy nagyon jó formában lévő DVSC játékosok tudását leteszteljük, mind fejjel, illetve lábbal is. Nézzük, hogy mi lesz a feladat. A csapatok különböző kihívásokat fognak kapni, amit teljesíteniük kell. Minden sikeresen teljesített kihívás egy pontot ér, ezután kapnak egy DVSC-hez kapcsolódó kérdést, amivel szintén egy pontot lehet szerezni. Na de viszont itt jön a csavar, hogyha nem tudják a kérdést, akkor a másik csapat rabolhat. Így lesz igazán izgalmas a küzdelem. Gyertek, nézzük az első játékot. Vázolom nektek két csapatot, a Freestyle FC-ben Lipti Bálint és Dorian Babunski fog szerepelni, még a másik csapatban Zsuzsák Balázs, Szécsi Márk és Varga Józsi. Meglátjuk, ki szerzi a több pontot. Első kihívás, 11-esek, minden csapat játékosa fog egy 11-es rugni. Meglátjuk, hogy ki kapja majd a győztesnek járó kérdést. Csapattársait közül szerinted melyiket fogod fixen kifogni? Hát szerintem a Szécsi. Szécsinek esélyes? És esetleg a mi csapatunkban van ilyen, még nem tudom mennyire ismered a srácokat, van ilyen megérzésed? Úgy gondolom, hogy a Lipi ezt trükközni fog. Az abszolút alá tudom támasztani. Bárint meg rázúzza. Nem igen, tudom szorodni, valakinek pontot is kell szerezni. Jó. Belső védése. Fokozba! Középen rúgom, érted? Yeah! No shit, Sherlock! Ne oda rúgd, ahol szoktad! Hova szoktam? Nem mondom el! Hát nem vagy tökény! Ez a kenki tesó. Várj, Lipi. Jézusom! Ő volt az. Jobbra megy. Jobbra. Jobbra! De eldőltem! OTP-s utalást most küldöm! Van a medgyó! Muszáve! Megmutogatok! Te árulod, de... Biztos ebből kifog! Babunszki az árulod! Nem azt mondom, hogy nagy a nyomás, de ezt be kéne rúgni. Hát kösz szépen! Wait, Dori, wait! Ha? Easy! Láttam, hogy mit beszéltél meg vele! Easy! Oh, no, oh my God! God. Hát nem beszélj, bazd meg! De ez nem a korban challenge! Ah, this was not crossbar? Ah, okay. I thought this was crossbar. Nagyobb tétű rugásaidat kéne rangsorolni, hát hol helyezkedik el? Ez? Top 3-ba azért. Top 3, ez van. Nice. Ezt nem lehetett volna sokkal szélebbre rakni. Muszáj volt. Azt hittem, oda megy. Megszoktam ezt a vesztes csapat szerepet, amúgy jól is áll. Az első kihívást a DVSC csapata nyerte, ezért most kapnak egy kérdést, amivel megduplázhatják pontjaikat. Srácok, készen álltok? Mert. Figyelj, mikor alapították a klubot? Rülemelegítő kérdés? 1902. Már tudom. Ez igaz, vagy csak... Oké, ez felkészültem úgy a... Jó, amúgy nem tudom, hogy átgondoltam, mert miután konkrétan olyan igen, felsőben hát vannak, ahol ezt... De akartam, hogy egy kis ráhangolóban. Megvan, oké, kettő pont. Akkor a kövi kapufa 16 méterről, és megint rúg mindenki. El kell találni csak a felső lécér. Ez kapus nélkül van, ugye? Ez kapus nélkül. Megint hülivel, vagy hogy? Hogy? Bravo! Ez gyakorolt az egész. Így van, egész életem, ezt az egyet tudom megcsinálni. Lágy gumit. Sok. Everything out of the goal. My leg is too strong. Ez nem volt jó, nem, Márko? Hát ez sajnos nem sikerült, nem? Majdnem jó volt. Hát én nem ezt gyakorolom most három éve. Majdnem, jó lesz, figyelmem. Várjál! Ne bombáld! Kicsit közel! Oh! Ne! Eskor! Ne! Eskor! Hát így én is rúgtam. Hát figyelj, egyszer csak bejön. Az nagyon szép. Sorry. Kettőből kettő. I like the pressure. No pressure. You know me under pressure. But nothing is compared to my own pressure because I want to do good. Right. Csapó, száz! Jaj, Dori! Tízinél ez jó lett volna. Kicsit van a szituáció, ugyanis, hogyha most ez meg lesz, akkor kettőre szívunk. De miért fogod fordítva a kamerát?
Jó, döntetlen, döntetlen. Ez jó, még a kérdésre behozhatjuk. Itt most mindenki játszik, mivel döntetlen lett ez a feladat. A kérdés nem más, hogy ugye Debrecenbe jutott 2009-2010-ben a BL csoportkörbe. Kik voltak a csoportban az ellenfelek? Három csapat. Ki a gyorsabb? Fiorentina Lyon. Jó, most is most ki lehet mondani. Most még talán még büszkébb vagyok rá. Ez tök jó, ez jó hallani. Három pont a ifjú titán Debrecen csapat. Következik a harmadik játék, szabadrugások, 18 méterről, megint mindenki fog rugni. FFC-nek ideje összekapnia magát, 0 pont. De hogy? Who start? I start? Yeah, you start. The loser team start. Milyen játékos amúgy be fogja szerinted vágni? Vagy fölé? Igen, fel nélkül? 17, ne? Szerintem most még nincs kész erre a feladatra a Dori. Az para. Ezek nagyon para. Ilyeneket mi TikTok videókban már bevágunk. Az igen! Jöjjön, Bálint, itt a lehetőség, hogy leigazolja meg. Ilyeneket mi TikTok videókban már bevágunk. Na hova? Ha van gondolod? Persze, de tudtam, hogy nem megkapod. Ja. Na jó, hagyjál, jó. Nem baj, meg vagy. Most ment a második utalás, innen hallottam, hogy a tanulja most csöngetni. Beállhatok sorfalnak, ha szeretnéd. Menjek? Jó. Ne félj, ne félj. Nem, én soha. Soha, én is ebben bízok. Nekem nagyon. Nem biztos, hogy felugrok. Érdekes, hogy Lippi az már világ összes olyan ki... Mi volt a legparább a FIFA-s, ami Zsuzsákhoz kapcsolódó? Ezt mondd már el, ez nincs. Hányat dekázott Balázs a FIFA reklámjában abban a vakkívánban? Jó, hát, jó, hát de ezekbe élek. Komolyan? Hányat? Hármat. Hát, ez a baj, hogy ilyet berakok, akkor érted, végig lesztünk. Tehát azért, azért te csinálnak kérdéseket. És te hányat tudnál? Hát csináltál, nem 8-at? Utólag már is utána egy másik kellett volna. Igen, amúgy csak egy láb, igen. Csak ennyit kellett volna. Igen, 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 és akkor megtartod 4-5 megvan. Ronaldinho meg kamu volt. Benövág. So, guys, in which position did the club finish last season? Ez lett volna az öreg tudok kérdés. Ez a borlap kérdés. A borlapos dohány kérdés. Mindjárt, várd meg. Hát... Ki volt a tip? Várj, hány csapat van? 12 csapat van. Igen, óvatosan, hogy első nem lehet. Na, nem érjük. Lehet. Ki nem engedi. Ki nem engedi. Ki nem engedi. Akkor hogy nem tevét. Mert a kis este. Nem tudom. Hát nem este. Ki nem engedi. One of those, one of those. What is this? Okay, 5 more seconds. But you don't know? Yes, I know. Yeah, yeah, you can see, you are together. Then tell it, tell it. Annyi, jól van. És nem tudják a válaszolni. Vakon van, belelő a nagyvilágot. Én ilyenkor csak ezeket a mérkőzéseket néztem. Most 3-2-re, ugye ide? Nem, oda van, nekik ők vezetnek. Két érintős kihívás lesz most. A lényeg az, hogy Megyó kiadja a labdát, le kell kezelni, és maximum két érintésen belül kapura tűzni. Egy-egy játékos képviseli most viszont csak a csapatokat. Jó, még bent van.
Question time. So the club had a new stadium in 2014, yeah. The question is, against which team did they debuted this stadium? Can it be? Okay, our choice, Újpest. Na jó, ez honnan? Hagyjad már! Másik amúgy! Te várjál! Az Újpest, igen! Hagyjad már! I know the history of my club, man! Oké, fordult az eredmény, jönnek viszont a kapás lövések, itt megint mindenki fog lőni, a labda a játékos mögül érkezik, és bum, el kell durrantani minél gyorsabban. Na mehet! Gyorsan, tesó, fúj! Nekünk ér a kettő, az jó. Szokásos külső. Hát mindenki. De ugye, hogy mekkora feneke van? Hát. Nem értjük. Ez így nem lehet. Hát tíz a kentettünk, jó? Hát abszolút. The question is, who is the most expensive player in the club according to Transfermarkt? Ez mindenkinek sértő, hogy már mit mondok. This is for us? Yeah, yeah, yeah. In your club. Gondolom a legdrágább. According to transfer man. According to transfer market. Vagy? Everything. Szerintem. I think it's... How old are you? Well, Petty doesn't come, no? I don't know. How old are you? I'm against you. So. It's he? No. Do you know who it is? Spala? No. Do you often check it? No. Okay, it's great. I checked it once, long time ago, but... But we have new players now. I think yeah. Okay, 5, 4, say someone. 3. What's your guess? 2, 1. Him. Name. Him. My guess is... Yourself. Come on. 5 or 6. Myself? Yes. Okay, you said Dorian. Oh, well, no. The answer is? Answer is no. Okay. It's not. So you can take a guess now. You! How come it's not me? Szeci, vagy nem mi van? Hát ismerő volt, hogy sem. Hát nem biztos. Sókhatsz nekik. Külföldi most jött. Név nélkül nagyon magas középpályás. Mi a tipp? Loncsár. Stefan? Loncsár? Bravo! 800 000 euró! A helyzet nagyon kiélezett, 5-5 az állás, és egy utolsó kihívással fogjuk eldönteni ki a győztes. Csavarás, méghozzá pattanás nélkül egy-egy játékost választhatok ki. Az ő kezében van a sorsatok. Mégis rúg mindenki, mert ennyire jó kedve van a srácoknak. We start? Yeah, we start. Come on. Okay. Everybody should. Happy to see you. Hi. Az állás továbbra is ötött, egyetlen egy lövés van, Zsuzsák a labda mögött. Ezen múlik most minden. A körmedet hegyezed? Így jó? Ez ennek a kihívásnak a vége, a debreceniek nyertek. 26-án pedig találkozunk a Fradi ellen, gyertek el, játszatok, és...
Ezt én szoktam fan a meccseket. Bár még nem menj el, hogyha kilátogatok a 2.-26. FTC elleni mérkőzésre, akkor nyerhettek egy dedikált Adidas labdát. Nem kell más tennetek, mint jól dekázni. Ott találkozunk a szurkolói zónában. Take your blessings, cause it's time for, time for. They'll put you down and leave you dead, don't make them scared.